Szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Nagyon-nagyon komoly ez a vírusos helyzet. És van rá mód, hogy könnyebben, vagy egyáltalán át tudjuk viselni, el tudjuk viselni, és ne betegedjünk meg, illetve hát arról nincsen sajnos, csak a védekezés, hogy maszkot hordunk, meg betartjuk a megfelelő távolságot. Viszont az immunrendszerünket erősíteni mindenképpen tudjuk, majd erről is fogok beszélni. Illetve talán kezdem azzal, hogy a szervezetünknek a védekező képességét lehet növelni. Ahogy idősödünk, egyre jobban csökken a teljesítő képessége a szervezetünk bizonyos szerveinek, és ezért segíteni tudunk nekik gyógynövényekkel, mert például a májunk regenerálódik, ha segítünk neki. A májunk az egyik méregtelenítő szervünk, lehet neki segíteni úgy, hogy tisztítjuk. Kitisztítjuk a szervezetünket belülről, az ereinket elsősorban, a vérereket, a nyirokereket, hogy a nyirokáramlás is, meg a véráramlás is tökéletesen működjön, ne legyen benne akadály az erekben. Ilyen teakeverékünk van, csalánlevél teakeverék, ez a neve neki. Egy negyed évben elég egy zacskó teát megvenni belőle, és akkor a következőket csinálja. Minden nap megiszunk egy csészét belőle, csésze teát, kitisztítja a vérereket, kitisztítja a nyirokereket, és minden nap segít a májnak és a vesének a működésében. Ez már nagyon-nagyon régen ősidők óta tudták, a vallások a böjtöket ezért csinálták, a nagy böjtöt. Minden vallásban van böjt. És ezen túlmenően pedig kellene rendszeresen a negyed év, ugye az körülbelül egy hónapig fog tartani a negyedéves tisztítás, kellene rendszeresen segíteni egy héten egy nap a májuknak, a veseinknek és a szívünknek. Én kezdem a szívünkkel. A szívünkkel normális vérnyomás mellett is lehet a galagonya teát használni mindenkinek, egy héten egy csésze teát. Kiválasztanak egy napot, mondjuk a keddi napot, vagy a vasárnapi napot, mindegy, hogy melyiket, amikor isznak egy csésze galagonya teát. Minden héten kiválasztanak egy napot, amikor isznak a májnak a segítésére egy teát, mondjuk a mezei katángot, vagy a gyermekláncszűvet, vagy az ürömteját, az egynyári ürömteját, ez egy új tea, ami nagyon-nagyon sok mindent tud. És minden héten kiválasztanak egy napot, amikor a veseiknek segítenek a működésében. Higgyék el nekem, hogy 92 éves koromra én ezt minden nap csinálom most már, mert nekem most már szüksége van a szerveimnek erre a segítésre. Ők méregtelenítenek, ők védenek engem a támadások ellen, és ezen kívül pedig minden nap tessék kérem C-vitamint használni. Minden nap. Na most a C-vitaminnál nagyon kevesen tudják, hogy a C-vitamin, ha nem tartós, hosszan felszívódó C-vit, úgynevezett CETB-t használnak, hanem egy, mit tudom, bevesznek egy 1000 mg-os C-vitamint, ó, az milyen jó nekem, 1000 mg van minden reggel, igen, 3 óráig. 3 óra hosszán keresztül, 6 utána nincs C-vitamin. Sokkal jobb az, hogyha csinálnak egy csipketeját, a csipketejába, a csipkehús tejába 10-szer annyi a C-vitamin, mint a citromlébe, reggel elkészítenek 2,5 decit, és beviszik magukkal a munkahelyre, vagy az iskolába, és akkor elkortyolgatják. 3 órán kint egy-egy kortyot megisznak, vagy 2 kortyot megisznak belőle, reggeltől estig van védekező képességük. Na hát úgy nagyjából röviden ennyit magamról. 92 éves vagyok, 6 éves koromtól kezdett el engem a nagyanyám tanítani, arra, amit ő az ő nagyanyától, az ő nagyanyja, az ő nagyanyától, úgy mondja, hogy a szép anyáig tudja visszavezetni anyai ágon a családunkba azt a tudást, amit úgy hívnak, hogy magyar népi gyógyítás. Megvan a családfánk, 1760-as években akkor született a legrégebbi, akiről biztosan tudjuk,
hogy ezzel foglalkozott. Én 1928-ban születtem, 6 éves koromtól 8 éven keresztül tanultam a nagymamától azt, amit ő is a nagyanyjától tanult. És aztán az előző kereskedő volt a szakmám, elmentem nyugdíjba, de közben is csináltam, mert az előző rendszerben ez a kurósásnak minősítették. És nem tudtunk róla, 1978-ban az Egészségügyi Világszervezet kongresszusa Almatában az úgynevezett hagyományos orvoslás, ők így nevezik a népi gyógyítást, a hagyományos orvoslás hátrányos megkülönböztetését semmisnek jelentették ki. Nem lehet megkülönböztetni a modern orvoslástól. Nyilván nem ugyanannyit tudunk, mint amennyit a mai orvoslást tud, de más tudunk, amit ők nem tanultak. Van több olyan dolog, amit a pekingi nyilatkozatnak, szintén az Egészségügyi Világszervezet pekingi nyilatkozatának a 6. pontja azt mondja, nem én mondom, hogy kezdjék el kutatni és tanítani az Orvostudományi Egyetem hallgatóival a népi gyógyításban lévő tudást. Régen tanították. Amikor a latin orvoslást tanítottak, akkor nekem van egy kedves ismerősöm, egy doktornő, aki 1964-ben végzett a Pécsi Egyetemen, Orvos Egyetemen, és ő még tanulta azt, amit a nép tud. A pekingi nyilatkozat azért született, mert olyan nagy volt, meg az Almata is, olyan nagy volt a nyomás, az emberek részéről alternatívát keresnek a mai világ szemetei ellen. Van egy amerikai kutatás, egy Amerikában élő, Chicagóban élő magyar biokémikus professzor a Chicagói Egyetemen csinált egy kutatást az élelmiszereinkről. A következőket állapította meg úgy nagyjából. Az élelmiszer személygyártásban lévő úgynevezett adalékanyagok egy része áthatol a bélfalon, bekerül a hasüregbe, és ott egy állandó gyenge gyulladást csinál, aminek nagyon-nagyon sok rossz következménye van. A pajzsmirigy gyulladástól, az elhízástól, a ráktól, a cukorbetegségtől kezdve számtalan állandó bélgyulladás, számtalan bizonyított következménye van annak, hogy az élelmiszerekben lévő adalékanyagok ártanak az emberiségnek. Nem mindegyik. És az Egészségügyi Világszervezet a kutatást azért csinálta 2011-12-13-ban, hogy meggyőződjön arról, hogy milyen az itteni embereknek az egészsége. Nálunk is volt ez a kutatás Magyarországon is. Egy orvosi szakkönyvben jelent meg erről a kutatásról az eredmények, és sajnos nagyon szomorú megállapítás történt. A mai egészségügyi államtitkárnő is írt benne egy cikket, ő tüdőgyógyász. Négy olyan betegséget állapítottak meg, amelyik nem fertőző. Az egész Európai Unióban, és mégis járványszerűen terjed. Mintha járvány lenne. Borzasztó. A magas vérnyomás. Az első számú halálok. Mindenütt. Az egész Európai Unióban, nem csak Magyarországon. A második a cukorbetegség. Én itt konkrétan számokat is tudok, a régi számokat, mert az nincs benne ebben a jelentésben, ebben az új számok vannak benne, majd azt is elmondom. Amikor én a piacon kezdtem árulni 90-ben, akkor a statisztikai hivataltól megkérdeztem, hogy mennyi cukorbeteg van Magyarországon nyilvántartva. Nagyon lényeges a nyilvántartott cukorbetegek száma. 500 ezer volt, 450 ezer az időskori, a kettes típusú, és 50 ezer az egyes típusú a gyerek cukorbetegség. Ez a vizsgálat azt állapította meg, hogy Magyarországon 750 ezer volt minden évben a cukorbetegek száma 13-ig. Azóta 1 millió.
Ezt az országgyűlési képviselőnktől tudom. Borzasztó. Borzasztó. 1 millió cukorbeteg is van, aki nem tud róla, vagy nem vallja be. Ugyanez a ráknál is. Borzasztó, hogy mennyi rákos ember van. Pajzsmirigy ráktól kezdve, a világon agydaganattól kezdve, végbél daganattól kezdve, petefészek daganattól, mély daganattól kezdve, vagy prostata daganatig számtalan daganat van. Magyarországon, ez a vizsgálati anyagban van benne, 1968-ban egy év alatt 17 ezer ember halt meg rákba. 68-ban. 2011-12-13-ban pedig 30 ezeren felül. Minden évben hátulról rubrikában van sorolva, itt van a legkevesebb, az Portugália. A második Finnország, itt van a legvége, az utolsó előtti Magyarország. Volt egy televíziós műsor, az ATV műsoron, Falus Ferenc főorvos úr, aki országos szintű főorvos volt, őt kérdezte a riporter, hogy igaz-e, hogy Magyarországon halnak meg a legtöbben rákba. Nem mondott rá semmit, csak így csinált. Igaz. És akkor megkérdezte tőle a riporter, hogy mi az oka. Első számú oknak mondta, hogy az emberek későn mennek orvoshoz. Mondok egy példát. Velem történt meg. Egy fiatal asszony jött, hogy az édesanyjának vastagbéldaganata van, kitették neki a végbelét. És mondom, nem volt előtte jel valami? Azt mondja, de volt, ez májusban volt az évelején, valamelyik évben. Előtte való évben, februárban véres volt a széklete, egyszer. És nem mondta meg a lányának, de nem ment orvoshoz se. Egy év múlva daganata lett belőle. És a negyedik ilyen betegség a COPD, ez időskori tüdőbetegség, ezzel fogok majd a legkevesebbet foglalkozni, talán kezdem is ezzel, mert ezzel van a legkevesebb teendőnk, a legkevesebbet tudjuk csinálni ellene. Ez elsősorban az okot, minden népi gyógyítás az okot keresi meg, elsősorban az okot kellene megszüntetni, nem szabad cigarettázni. Ez az első számú halálok a COPD-seknek. Abba halnak bele, hogy cigarettáznak. Tessék kérem abba hagyni a cigarettát, aztán van még egy másik oka is, illetve kettő, tüdőgyulladás, gyakori tüdőgyulladás, vagy gyakori mellhártyagyulladás. Erre a kettő utóbbira van nekünk egy olyan teánk, tüdőfű teakeverék, azzal lehet segíteni, hogy később legyen belőle komoly a probléma, mondjuk esetleg tüdődaganat. Akkor kezdem a legkomolyabbal, a szív- és érrendszeri betegséggel és a magas vérnyomással. Mindig okot kell keresni. Mitől megy fel valakinek a vérnyomása? Sok oka van. Én egy párat fogok elsorolni. Kezdem talán azzal, hogy a mai ember nem mozog. Van egy olyan probléma, ami a sok jó dolog mellett az emberiségnek árt. A televízió, az okostelefon, a laptop, és a többi, és a többi. Ami leköti az emberek figyelmét, nem mozognak. Elhíznak. Van egy rendszertelen étkezési szokás, illetve egy rossz étkezési szokás. Mindenki este eszik sokat, utána leül a televízió mellé, aztán egy év múlva ilyen lesz, 100 kiló. És akkor még van olyan, nem régen volt nálam egy hölgy, aki sajnálja, hogy a 100 kilóról 83 kilóra lefogyott. Sajnálta. Borzasztó. Magyarországon van, Európában talán a legtöbb túlsúlyos ember.
és aminek a következménye legtöbb rákos, nem rákos, cukorbeteg is. Meg a lábát levágják. Tehát meg kell keresni azt, hogy mozogni kell, rendszeresen mozogni kell mindenkinek. Városi ember is tud sétálni legalább 20 percet egy nap. Ne a televíziót nézzék már addig a 20 vagy 30 percig. Ne vigyék el magukkal az okostelefont, hanem sétáljanak és mozogjanak, és vacsora után pedig mindenképpen mozogjanak legalább egy 10 percig. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy lehet lefogyni. Úgy, ahogy én lefogytam. Én nekem 5 kilóval volt több ezelőtt egy fél évvel. Én 4 hónapig nem vacsoráztam, semmit nem ettem. Leadtam az 5 kilót, most már vacsorázok. Kevesebbet, mint régebben, de most már vacsorázok rendszeresen, és nem jött vissza. Mert vacsora után én még kimegyek, ha máshol nem az udvaromon sétálok egy 5-10 percig. Ez az egyik ok is, ugye nyilvánvaló, hogy fölmegy a vérnyomása a mozgás hiánytól. A vérnyomásról majd arról a végén fogok elmondani. A másik ok, amiből keletkezik a magas vérnyomás, hibás fehér vérsejtek válnak ki az érfalon belül, ezt tanfolyamon tanultam, természetgyógyász vizsgát tettem. A hibás fehér vérsejtek egy helyen lerakódnak, úgynevezett plakot alakítanak ki az érfalon belül, leszűkül a vér útja, és fölmegy a vérnyomás. Azon a szűk nyíláson kell átnyomni a szívnek a vért, hogy mindenhová eljusson benne a táplálék meg az oxigén. Meg kell szüntetni a hibás fehér vérsejtek termelését. A lépés, a csontvelő, a kettő, ami termeli a vérsejtjeinket, segíteni kell a lépnek és a csontvelőnek. Vasat kell bevinni C-vitaminnal együtt. Tegnap este egy úr felhívott engem, Gyuri bácsi, vashiányos vagyok. Mondom, nem szed valamit? De azt mondja, hiába szedem a vastablettát. Mondom, hogy szedi? Hát azt mondja, este bekapok egy tablettát. És? Hát iszok rá egy kis vizet. És? Semmi. Hát mondom, a C-vitamin nélkül a vasat hiába veszi be. Nem épül be. A lépen keresztül a csontvelővel csak a C-vitamin hatására épül be a vas. És akkor, hogyha segítünk a szervezetnek a vassal és C-vitaminnal, akkor nem lesz hibás fehér vérsejt termelés. És akkor nem lesz plak. De ha már van plak, akkor azt majd elmondom, hogyan lehet megszüntetni. Hihetek át úgy, hogy magas vérnyomás hogyan lehet megszüntetni, a végén majd elmondom. A vas, van a céklába vas is van, C-vitamin is van. A csipke, ugye a csipkehúsban is abban van C-vitamin, hozzá kell egy vastablettát szedni. Van olyan növény, a fekete ribizli, annak a gyümölcse is, a fekete áfonya, a gyümölcse is, a fekete ribizli, és azon kívül van a csalánlevéltea, vagy van a ribizli levéltea, amelyikben vas is van, és a levélben is van C-vitamin is, csak ezt a kettőt, a növényeket, ezeket nem szabad forrázni, mert ha forrázzák, a C-vitamin elbomlik, vagy ha leforrázzák, hogy a vas megmarad benne, akkor viszont mellette kell legalább egy 50 mg-ot C-vitamint, mondjuk a csalánlevéltea mellett ugyanakkor bevenni. És akkor fölment a vérnyomás, a végén majd mondom azt is. A következő, amitől fölmegy a vérnyomása valakinek, a vese elégtelen működése. Segítenek kell a vesének. Vannak olyan növények, ugye a mezei zsurló nagyon jó segít a vesének a működésében, a tejótógalaj nagyon jó segít a vesének a működésében, a nyírfalevél nagyon jó segít a vesének a működésében, lehet váltogatni őket, és akkor nem fog fölmenni a vérnyomás.
akkor már, amikor ilyen probléma van, akkor már napi rendszerességgel kell használni ezeket a tejákat. Ebből a mezei zsúrló az, amit nem szabad 8 hétnél tovább használni, mert akkor már, amikor ugye magas a vérnyomás, oka a vese elégtelen működése, akkor már napi rendszerességgel kell ezeket a tejákat használni. A mezei zsúrlót úgy lehet használni, hogy mit tudom én, 8 hétig, 8 hét szünet alatt akkor a csalánlevél teát használják, és akkor ugyanúgy lehet aztán folytatni megint a mezei zsúrlót, vagy a tejoltógalajt, és akkor nem megy fel a vérnyomásuk, ha a veséjük rendesen dolgozik. Ezt azok tudják a legjobban, hogy a vesély eredetű a vérnyomás emelkedésük, akiknek vízhajtót is adnak a vérnyomás csökkentő tea mellé. És akkor van még egy másik ilyen ok, kettőt fogok elmondani, az a másik ok a koleszterin túltermelése. A koleszterinnel nagyon-nagyon furcsa dolgok vannak a világon. Én most egy erdélyi példát mondok el, dr. Csedő professzor úr, aki a Marosvásárhelyi Egyetemen tanít, egyúttal köszöntöm, akik Erdélyből jöttek. Ő tartott Bőte Csaba testvérnél egy gyógynövénynapon előadást, a következőkkel kezdte. Minden gyógyszergyárnak van egy olyan részlege, amelyiknek az a feladata, hogy betegségeket találjon ki. Nálunk, mondja ő ott Csíksomjon, kitalálták, hogy a koleszterin, összkoleszterin értékét leviszik 5-2-re. Korábban 6-8 volt náluk. És az 5-2 fölött már 5-3-nál, 5-4-nél adnak egy gyógyszert, koleszterin csökkentő gyógyszert, mert magas a koleszterin szintje. Van egy gyógyszer, ugye koleszterin csökkentő gyógyszer. Akkor van egy olyan gyógyszer, amit adni kell, mert a koleszterin csökkentő gyógyszer májkárosító. Arra is adnak egy gyógyszert. Az már két gyógyszer. Aztán időskorára az illetőnek kialakul egy Parkinson-kór, mert az agykéreg koleszterinből van, nem kapott elég koleszterin utánpótlást, Parkinson-kór lett belőle, arra is adnak egy gyógyszert. Vagy kialakul az Alzheimer-kór, az agykéreg koleszterin hiánya, mert arra is adnak egy gyógyszert. Van 4 gyógyszer, teljesen egészséges embernek, mondta ő. Svédországban 7-0 az összkoleszterin érték felső határa, Izraelben meg 7-3. Nálunk Magyarországon, ezt most már én mondom, nálunk Magyarországon is 6-8 volt még 1968-ban összkoleszterin érték felső határa. Tehát a koleszterinnel mégis van baj, ha ilyen alacsony a koleszterin, mert egy kicsikét magasabbra fölmegy a koleszterin, mondjuk 7 fölé, de én inkább azt mondanám, hogy 6,5-re, akkor még a vérútját nem zárja el, az érfal így rugózik. A rugalmas érfal ledobja, ami rá akar rakódni, nem engedi, ledobja. Ha viszont már mondjuk 6,5 vagy 7 a összkoleszterin érték felső határa, akkor ez a rugalmasság már csak ilyen. És itt van a baj. Megtelepszik benne a méz, leszűkíti a vérútját, és törékenyé teszi a vérfalat, az érfalat. Tehát nem szabad 7 fölé engedni semmiképpen az összkoleszterin értéket, mert akkor fölmegy a vérnyomásuk a méztől. A méz érelmeszesedése van, nem azt mondják, hogy koleszterin szűkülete van, érelmeszesedése van. És akkor a következő, és az az utolsó, többet már nem mondok, mert ez is elég sok volt már, az idegesség. Kérem szépen, mitől ideges ez a mai kor?
nagyon ideges emberek vannak. Nagyon-nagyon izgalmas filmeket lehet látni, nagyon-nagyon izgalmas, mit tudom én, lehet hallani rádióba, nézni az okostelefonon, vagy a laptopon, vagy akármin. És nagyon-nagyon idegesítő munkahelyek vannak. Nekem egy hölgy jött egyszer, Gyuri bácsi, tessék nekem adni valamit, mert már lassan depressziós leszek. Mondom, milyen problémája van, családi? Nem, munkahelyi. Mondom, mi van a munkahelyével? Hát azt mondja, van egy borzasztó rossz főnökünk, én egy nagy kereskedelmi üzletlánc egyik üzletében dolgozok, pénztáros vagyok, sokan vannak, és én nekem éppen ki kellene menni pisilni, és kérek engedélyt a főnöktől, hogy telefonon, hogy engedjen ki, és nem enged. Azt mondja, hogy nem mehetsz ki, mert ott áll a sor, nem küld oda valakit, hogy menjenek a másik pénztárhoz, ott áll a sor, majd amikor lecsökken, azt mondja, hogy befisilek. És ez engem rettenetesen idegesít. Ezt nem lehet nyilván megoldani, másképpen csak ott kell hagyni a munkahelyét, ezt mondtam neki. Ezt másképpen nem lehet adni, keresni kell egy másik munkahelyet, erre elmondom a saját példámat, mert nekem is volt ilyen, míg dolgoztam. Én a kereskedelemből mentem nyugdíjba, az egyik munkahelyen, élelmiszer kereskedelembe dolgoztam, és megtámadott engem, osztályvezető voltam, szervezési osztályt vezettem, az Állami Kereskedelmi Felügyelőségnek a megyei vezetője. Törvénytelen dolgot csináltam. Én mondtam neki, hogy nem törvénytelen, tessék megnézni. Az törvénytelen. Feljelentett a megyei kereskedelmi osztálynál, kivizsgálták, azt mondták, hogy igazam van. Aztán feljelentett a belkereskedelmi minisztériumnál, azt mondták neki, hogy igazam van, azt válaszolták. Mit ad a Jóisten? 5 vagy 6 év múlva lebukott, mert pénzt fogadott el, pártember volt, nem büntették meg, a magára vállalt a titkárnő az egészet, a titkárnője. Oda helyezték hozzám, igazgató helyettesnek. Elkezdett engem piszkálni. A következő módszert választotta, én nekem alaksorban volt az irodám, neki meg a második emeleten. Volt köztünk egy főosztályvezető. Én közvetlenül őhozzá tartoztam, az én dolgaimat soha nem adta oda a főosztályvezetőnek, hanem fölhívott engem telefonon. Megbeszéltük, lementem, mikor leértem, csörgött a telefon, Gyuri, gyere fel. Egy nap volt 6 ilyen ügy, amit az én nekem vagy az embereimnek kellett elvégezni, az 6-szor hívott fel az alaksorból az emeletre, a második emeletre, kikészített egy hónap alatt. Tökéletesen. Megbeszéltem a feleségemmel, én ezt tovább nem csinálom. Elmegyek ellenőrnek. Fele fizetésért elmentem ellenőrnek, és mit ad a Jóisten, segített nekem. Egy másfél év múlva egy régi ismerősömmel találkoztam, aki az AFIS-nek az elnöke volt, az Unió, a Miskolci AFIS-nek az elnöke volt, az utcán megszólít, Gyuri, gyere hozzánk dolgozni. Mondom, mit kell csinálnom? Azt mondja, osztályvezető helyettes leszel. Mert van egy osztályvezetőm, aki a beszerzéseket intézi, tanárember, panaszkodnak az eladók, akiktől vásároljuk a dolgokat, hogy 5 perc múlva nem az üzletről beszél, hanem a tanári élményeiről. Te fogsz járni, velük tárgyalni. A tanárember, Nándinak hívták, Nándi egy fél év múlva visszament tanítani, azt jobban szerette. Közgazdász volt egyébként. Egy fél év múlva osztályvezető lettem, onnan mentem nyugdíjba. Tehát minden esetben a megoldást kell megkeresni,
valamilyen áron, hogy ne idegeskedjünk. És ami nagyon-nagyon lényeges, kérem, nekünk csodálatos természetünk van. Tessenek, kérem, az erdőbe járni. Az erdő olyan nyugtató, olyan nyugalmat ad. Vagy egy parkba tessenek járni, és nem lesz idegeskedésük. Mindenképpen, minden esetben gondolkozzanak azon, mi fog történni, ha idegeskednek. Semmi. Az nem megoldás. Azzal csak tönkreteszi magukat, meg fölmegy a vérnyomásuk. Na, visszatérve a vérnyomásra, a magas vérnyomást a galagonya teával, vagy a galagonya tea keverékkel meg lehet szüntetni, meg lehet előzni a kialakulását, vagy állandó használattal lehet szinten tartani a vérnyomás saját példa. Minden évben járok orvoshoz, 80 éves koromban 180/90 volt a vérnyomásom. A doktornő azt mondta, hogy ad nekem gyógyszert. Mondta neki, doktornő, én nekem ne adjon, mert én ki se váltom. Tessék mondani, mennyi idő múlva jöjjek vissza. Ezt mondja, egy fél év múlva. Mondom, jó, rendben van, egy fél év múlva visszamegyek. Elkezdtem inni a galagonyát, minden nap egy csészével, azóta is minden nap iszom. Ma is megittam már. Egy fél év múlva 140/70 volt a vérnyomásom, a múlt héten voltam orvosnál, most is ugyanannyi. 140/70. Semmilyen gyógyszert nem fogadok el. Nincs rá szükségem. A gyógynövényekben benne vannak a hatóanyagok, ezért ajánlja az Egészségügyi Világszervezet, tessék kérem kutatni. Az egyetemeknek, az orvos egyetemeknek, tessék kérem kutatni, hogy mi van abban a galagonyában, hogy a vérnyomás ilyen tökéletes 92 éves koromban. Ingadozó vérnyomás. Ingadozó vérnyomás az, amikor a felső érték a szisztolé, valakinek egyszer 90, mondjuk reggel, délután meg 190. Ez egyszer alacsony, egyszer magas. Ez az ingadozás. Az, hogyha 120 a mai orvoslás szerint, az a normális, az sem igaz már a mai orvoslásnál sem. Ebben az orvosi szakkönyvben, amit mondtam, amiben le van írva az Európai Unió, a 140-et azt mondják, már el lehet fogadni 40 éves embernél. És arra még nem kell gyógyszert adni. 150-et még az 50 évesnél is el lehet fogadni. Ha egyszer 101 vagy 120 mondjuk, és akkor máshol pedig 190, az egyszer egy normális, egyszer egy emelkedett vérnyomás, mondom, a 120 már nem igaz, a 140 is jó. Az ingadozó vérnyomásra a fehér fagyony teát lehet inni. Korlátlan ideig lehet inni, naponta egy csészével. Az azt jelenti, hogy egyszer 90, a felső értéke máshol pedig 190. És az alacsony vérnyomás. Az alacsony vérnyomást az emberek általában fekete kávéval oldják meg. 2 óra hosszán keresztül valóban emeli a vérnyomást a fekete kávé, de 2 óra múlva kell egy másik. Aztán az is elmúlik, 2 óra múlva a vérnyomás emelő hatása a koffeinnek, akkor megint egy kávé. Ez 5 kávé. Egy nap. 12 óra alatt. Holott a tejában van egy koffein származék, tejnek hívják a fekete tejába. A fekete teja 6 órán keresztül emeli a vérnyomást. Reggel megiszik egy fekete teját, délig nincs alacsony vérnyomása. Délben megiszik egy másik fekete teját, és estig nincs alacsony vérnyomása, mert fölemeli a tejn. És akkor itt még külön ki szeretném emelni a zöld teát. Egyetlen teaféleség, amelyikben antioxidáns van. Az antioxidáns rákölő sejt. Tehát ha valaki meg fog inni minden nap 2 csésze zöld teát, mert alacsony a vérnyomása,
egyúttal védekezik a rák kialakulása ellen is az antioxidánssal. Ennyi volt a vérnyomás, a cukorbetegségnél egy pár dolgot elmondok. Mi is az a cukorbetegség? A hasnyálmirigyünkön van két sejtünk, egy alfa és egy béta sejt. Az alfa sejt most ebben az esetben nem érdekes, majd erről is azért mondok, mert mégis érdekes. A béta sejt az, amelyik termeli az inzulint. A béta sejt lelassul, lustul, öregszik, vagy túlsúly van, vagy valami ok kiváltotta, nem tud már elég inzulint termelni, fölmegy a cukorja. A felszívódás másfél óra alatt történik, a megett ételeinknek a felszívódása, másfél óra alatt kellene a béta sejtnek inzulint termelni, hogy a cukorszintet 6 millimolon tartsa. Az én fiatalember koromban 7 millimol volt a felső határ a cukorbetegségnél, és 7,7 millimolnál még csak 100 g szénhidrát diétát írt elő a diabetológus orvos, még nem adott gyógyszert. Most már 6-2-nél, 6-1-nél adják a gyógyszert. Holott le kellene lassítani. Csinálják is a diaprellel például azt, hogy lelassítják a felszívódást. A diaprell tulajdonképpen abban egy óriás molekulájú szénhidrát van, amelyik azt csinálja, hogy a bérrendszerben nem másfél óra történik. Diaprell meg a merformin, mind a kettő ugyanolyan. Másfél óra történik meg, hanem mondjuk 2 óra alatt. 2 óra alatt egyértelmű többet tud termelni a bétasejt inzulintból, mint másfél óra alatt. Vannak ilyen növények, akik hajlamosak arra, hogy cukorbetegek legyenek, rokonságban volt túlsúlyosak, számtalan oka van, nem tudják, meghalt egy idős rokon, a közeli rokon. Azoknak ezekkel kell védekezni. Erdei málna levél, a gyógyításra is jó, a megelőzésre is jó. Erdei szederlevél a gyógyításra is jó, meg a megelőzésre is jó. A fekete áfonya levél gyógyításra is jó, meg megelőzésre is jó. A gyógyítás alatt a lassítást értem. És akkor van még a kukoricabajósz, a fehér babhéj, van a komló, szóval számtalan olyan növény van, amelyikben óriás molekulájú szénhidrátok vannak, és lehet a már kialakult cukorbetegnek is használni, a nyilvánvaló a gyógyszere mellett, vagy esetleg még az inzulinja mellett is. Nekünk van 2 olyan teakeverékünk, amelyik kiválóan működik, most már gyógyszert akarnak csinálni belőle, de valószínűleg nem fogjuk engedni, mert jobb az nekünk teába. Diabes az a neve neki, ez is egy engedélyezett gyógyhatású készítmény, Magyarországon nagyon kevés olyan engedélyezett gyógyhatású készítmény van, amit az Országos Gyógyszerészeti Intézet engedéllyel látott el. A mi diabes teánk ilyen. Akár az orvos is rendelheti, patikában is sok patikában tartják. Egy hátránya van ennek, hogy akinek epeköve van, az egyik hatóanyag elindíthatja az epekövet, ezért neki azt nem szabad használni, neki a fekete áfonya levél teakeveréket kell használni. Tökéletesen rendben lesz a cukorja. És akkor most még egy dolgot mondok, Magyarországon vágják rá a legtöbb embernek a lábát. Lakosság arányában, elsősorban a cukorbetegség miatt, holott meg lehet menteni a lábát. Amikor már elkezd kékülni a lába, akkor egy csésze diólevél teát csinál minden este, kezébe önt egy kicsikét, tértől lefelé bemasszírozza a lábába egész a lába ujjáig. Aztán a másik oldalon is bemasszírozza. Ez azt csinálja, hogy nem engedi, hogy fekélyes legyen a lába, és nem kell levágni, tökéletesen működik. Meg lehet menteni a vesét is akkor, amikor már az illetőnek a vesejével van problémája, a cukorbetegség miatt 3 szövődmény van. A vesét meg lehet úgy menteni, hogy egy hétig
minden reggel egy csésze mezei zsúló teát iszik, a következő héten minden reggel egy csésze tejótógalaj teát iszik, a következő héten minden reggel egy csésze nyírfalevél teát iszik, és kezdi előről. És akkor nem kell dializálni az illetőt, mert a vesélye újból elkezd rendesen dolgozni. És ha már itt tartunk, a cukorbetegeknek a harmadik szövődménye, megvakulnak. Azt is el lehet kerülni. Hát nyilvánvaló, a cukrot segíteni kell, a cukor ne menjen nagyon magasra. Egyébként csak érdekességképpen mondom, az előbb mondtam az alfasejtet, ezelőtt vagy 3 évvel egy szemorvos, kutatóorvos jelentette be, nem, egy diabetológus, bocsánat, orvos jelentette be, hogy meg lehet tanítani az alfasejtet arra, hogy inzulin termeljen. A másik sejt a hasnyálmirigyen. A riporter rákérdezett, hogy és ez mennyi idő múlva lesz nyilvános, meg gyógyszer. Hát 5-10 év. Miért olyan sokáig? Na, erre csak egyet akartam mondani, nem akarom kritizálni őket, már a kutatókat. És akkor a következő betegségről, hogy beszélj, ja, még a szemét nem fejeztem be. Egy mókáskanálnyi diólevelet le kell forrázni egy fél deszi forrásból levett vízzel, fedő alatt tartani 15 percig, 15 perc után leszűrni, meg kell várni, még kihűl, és a csészébe, amiben van, belemártják diót pucoltan. Szeretem a diót pucolni, és tiszta diós a kezem. Belemártja a mutató ujját, behunja a szemét, és akkor így, ahogy mutatom, alsó és a felső szemhéját bekeni ezzel a diólevéllel, addig, amíg tart az a fél deci diólevél. Ez 20-25 alkalom lesz. A következőket tudja. Kezdődő látásjavító. Először is látásjavító. Egy évig, ha csinálják, egy-két diopriát javít a szemen, a látásán, akár távollátó, akár rövidlátó az illető. Kezdődő zöldhájuk nem alakul ki, a már kialakultnál nem használ. Kezdődő szürkehájuk, bocsánat, nem alakul ki, a már kilakult szürkehályoknál nem használ. Zöldhályoknál a következőket tudja. Ezt használja, naponta mondom 20-25-ször. A szemnyomása a zöldhályogos embereknek a szemcseptől nem megy le 14-nél. Nagyon-nagyon ritkán lejjebb. Ha viszont a szemcseppel együtt elkezdi használni ezt így, ahogy mutattam, akkor lemegy 6-8-ra a szemnyomása, és nem vakul bele. Az öldhályokba bele lehet vakulni. És ezen kívül segít abban, hogy a makula degeneráció később alakuljon ki, mert annak is sajnos vaksága vége, de ha a makula degeneráció ellen használja a diólevelet, és mellette még a szemfenék meszesedésen is segít a halmezettel, reggel, délbe, este, étkezés után egy teáskanál halmezett, évekig lehet használni, akkor nem vakul meg a makula degenerációban sem. Ennyit a cukorbetegségről, és akkor a COPD-re mondtam, a tüdőfű teakeverékünket lehet használni, más nem tudunk adni. Abba kell hagyni a cigarettát azonnal. Nincs más megoldás, nem holnap, vagy holnap után, most. Másképpen nem működik. És aki rágyújt a cigarettánál, mindig gondoljon arra, amikor rágyújt, hogy ebből rák lesz a vége. Mikor meggyújtja a cigarettát, akkor gondoljon arra, hogy rák lesz a vége. Nem fog ízleni a cigaretta, a rák. Kérem szépen, már nagyon-nagyon régen van rákellenes gyógynövény, nagyon sok. A kialakulását
már 1908-ban tudták ellensúlyozni vagy megelőzni. Például diólevél teával dr. Zelenyák János lekéri plébános, ez Szlovákiában van ma a sellőközben. Azt írja például, hogy az körömvirág gyógyítja a mellrákot. Azt írja Varró Aladár Béla, ő későbbi gyógynövénykönyvszerző, gyógyszerész egyébként a szakmája neki. A diólevélben lévő junglon gyógyítja a rákot. Azt írja egy egyetemi tankönyv első kiadása, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen volt gyógynövény tanszék is. Bernát Jenő professzor úr szerkesztette azt is, meg ezt is, az újabb kiadást. Azt írja ő is az első kiadásban, hogy a diólevélben lévő junglon gyógyítja a rákot. A második kiadásban pedig a következő van. Nem tudom, a cikket ő írta, mert ő szerkesztette ezt a könyvet. A második kiadásban pedig ez van, hogy a diólevélben lévő junglon gyógyítja a rákot, de csak külsőleg lehet használni, mert a belső használata még nem bizonyított. Miért nem bizonyítják? Miért nem bizonyítják? Kinek az érdeke, hogy ne bizonyítsák? Elmondok egy pár esetet. Ebben vannak növények. Ja, és még egy dolgot. 2015-ben egy kínai gyógyszerésznő orvosi Nobel-díjat kapott. Mert az egynyári üröm, kínai ürömnek is, édes ürömnek is hívják, nem fehér üröm, nem fekete üröm, egynyári üröm, azt jelenti, hogy nem évelő. A többi üröm mind évelő. Benne lévő artemizin, nem meg lehet gyógyítani azt a maláriát, sejtet, ami addig gyógyíthatatlan volt. Csinált belőle egy artemizin nevű gyógyszert, és orvosi Nobel-díjat kapott megosztva. Azóta kutatja a Washingtoni Egyetem, 55 féle daganatot lehet, bizonyítottak rá, hogy gyógyítja az egynyári üröm. Sokan összetévezték a fehér ürömmel. A fehér ürömben van egy abszint nevű anyag, Artemisia absinthum az a latin neve neki, amelyik enyhén mérgező. Ez az egy üröm van, amelyik enyhén mérgező. Én 5 vagy 6 féle ürömet ismerek. Ezt az egynyári ürömet is ismerem most már. És most a szerbek kutatják a rák ellenes hatását, és a románok kutatják a malária elleni hatását. Mert ugye nekik ott a Dunatájban van elég sok maláriás szúnyoguk. Elmondok egy pár esetet, hogy mennyi minden van. Meg kell előzni a ráknak a kialakulását, rendszeres védekezést kell biztosítani magunknak. Ezekkel a növényekkel, amivel majd, amit elmondok, meggyógyultak. Egy Németországban élő magyar származású kertészmérnöknő a rendszerváltás után jött haza, cukorteáért látogatóba jött a családjához, és eljött hozzám a teát megbeszélni vele, ő akkor 70 éves volt. Megbeszéltük a teát, utána azt mondja ő magától, hogy Gyuri bácsi mellrákon volt 40 éves koromban. Időben mentem orvoshoz, kicsi volt a csomó, nem vették le a mellem, laparoszkóppal kicsípték. És adtak egy Iszkador nevű fehér fagyönyből készült injekciót 40 éves korában. Minden hónapban kellett magának egy injekciót adni, nagyon drága az injekció, Magyarországon is lehet kapni az Európa patikába. És nincs rákja, nincs áttét. 30 év múlva. Fehér fagyöngy is van. Lehet kapni.
magát a teát is. Egy idős orvos hívott fel engem, szintén cukorbeteg lett, 85 éves volt akkor, este van telefonos tanácsadásom, és akkor megbeszéltük a cukorteját. Aztán ő is magától mondja, hogy Gyuri bácsi, nekem 70 éves koromban szájrákot állapítottak meg. Kérem, akinek néha a száján fehér foltocskák vannak, úgynevezett afták, tessenek kérem elmenni az orvoshoz vele. Lényeg az, hogy azt mondja, nem vállaltam semmilyen kezelést, tehát elmúltam 70 éves, tavasz volt, ősszel meghalok. Elment egy távoli rokonától elköszönni, ott volt egy idős néni, végig hallgatott, mondja a doktor úr nekem. Aztán, amikor jöttem el, azt mondta, hogy doktor úr maga nem fog meghalni ősszel. Az orvos mondta neki, hogy ez nem létezik, hát nem kezelnek engem. Azt mondja, minden nap reggel, délbe, este tessék egy fej körömvirágot nyersen elrágcsálni, alaposan megrágni, sokáig rágni. Ősszel nem volt szájrákja, és 15 évvel utána sem volt szájrákja. Nyers körömvirág. Ugye ez már a második eset, amikor mondják a régiek, hogy körömvirág. Én nekem a házi orvosom onkológus is. Rendel is, onkológián is rendel. Meg házi orvos is, ként is működik. 2002. februárjában mentem, egy évem kimaradt, nőtt a halántékomon egy fekete folt, elkezdett nőni, mindig nagyobb-nagyobb lett. Meglátott, február volt, Gyuri bácsi, holnap tessék menni bőrgyógyászatra, az nekem nem tetszik. Másnap elmentem bőrgyógyászatra, megnézi a doktornő nagyítóval, Gyuri bácsi, baj van, írom a beutalót, holnap tessék menni onkológiára. Mondom, ne tessék írni, nem megyek. Rám néz, akkor meg fog halni 6 hónap múlva. Mondom, én miért halnék én meg? Hát nekem semmi bajom nincs. Azt mondja, maga csak azt hiszi. Ez a vagy a halántékán, ez nagy valószínűséggel, mondja a számát, mit tudom én, milyen számú, melanóma nevű bőrrák. A hátán lesz belőle 2-3, majd a feje tetején lesz egy csomó, bemegy az agyába, és 6 hónap múlva vége az életének. Hazamentem, de nem valami nagyon vígdáman, gondolják, és akkor elkezdtem gondolkodni rajta. Diólevél gyógyítja a rákot. Fehér fagyöny gyógyítja a rákot. Mária Treben írja az egészség Isten patikájába, hogy közönséges gala gyógyítja a rákot. Csináltam egy tinktúrát. A tinktúra úgy készül, akiknek rák van most a szervezetébe, lehet kapni itt ezt a keveréket, nincs összekeverve, de önök is csinálhatnak belőle tinktúrát, megelőzésre is lehet használni, ugyanúgy, mint az egynyári ürmöt. Egynyári ürmöt teába is lehet, megelőzésre, meg cseppekbe is lehet, meg gyógyításra is lehet. Összekevertem megfelelő arányban ezt a 3 növényt, betettem egy befőttes üvegbe, felöntöttem vodkával. Nagyon lényeges, hogy nem házi pálinka, amelyik 50%-os vagy 52, hanem 40%-os alatti pálinka, sőt inkább 30% legyen, mert a gyógynövényekben vízben, zsírban és alkoholban oldódó hatóanyagok vannak, az alkoholban oldódó a kevesebb. Tehát ha nagyon sok a pálinka, akkor kevesebb a víz, és akkor nem lesz jó a hatóanyag. Csináltam, én 8 napon keresztül lázogattam, 8 nap után leszűrtem, elkezdtem inni és kenni. Naponta 3-szor ittam 20 cseppet reggel, délbe, este, és 3-szor bekentem itt a halántékom reggel, délbe, este. 2 évig annyi történt. 2 évig minden nap csináltam. Sőt, 2,5 évig csináltam.
hogy nem nőtt tovább, de nem is csökkent. Aztán egyszer csak elkezd barnulni, majd bevarasodik, és leesik a var 2,5 év múlva. Leesett magától, azt se tudom mikor, valószínűleg éjszaka álmomban. Eltűnt. Nem volt vizsgálatom, láttam. Aztán tudom azt, hogy a rákot, ha kezeljük, ha el is múlik, úgynevezett egysejtes rák marad a szervezetünkbe tokba, amit a CT se tud kimutatni, talán a PET-CT igen, de a CT nem igen, és akkor azt mondják, hogy tünetmentes, kérem, nem kell vele foglalkozni, de az ott van, az az egysejt. Mindegy, hogy melyik fajtából. Kapunk egy influenzát, megpattan a sejt, elkezd a tokja, elkezd szaporodni. Ezért én nem hagytam abba 2016. decemberéig. Akkor már csak egy héten egyszer használtam, és akkor már csak ittam 3-szor húscseppet, egy héten egy nap. 2017. novemberében megjelent a másik halántékomon, és idézőjelben mondom a szerencsémet, nem át tétjelett, hanem ugyanolyan fekete, ugyanolyan fénylőszélű melanóma. És akkor elkezdtem kenni, meg inni az egynyári üröm cseppemet. 20 nap alatt leesett, de naponta 25-ször bekentem, és minden nap ittam 5-ször húscseppet az egynyári ürömből. Azóta se jött vissza. De azóta se hagyom abba. Most már a sejtvédőt nem használom, most már az egynyári ürömcseppet használom, mivel ezt tartom hatékonyabbnak. Hát ennyit akartam a rákról elmondani, és akkor most még van egy kis időm, egy egyéb betegségekről is hagyd beszélek, csak iszok először még egy pár kortyot. Olyan sok minden van, amit a nép tud, és kimaradt az orvoslás tanításából, és azért mondja az egészségügyi világszervezet, ahol orvosok, gyógyszerészek ülnek a kongresszuson. Azért mondja, hogy kezdjék el kérem újból tanítani, és örömmel mondom, 3 orvosi egyetem kezdte el valamilyen formában a népi gyógyítás magába fogadni. A Pécsi Orvostudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, és az idén kezdték el először az akupunktúrás tanítást tanítani a Semmelweis Egyetemen Budapesten. Még a Szegedi Orvos Egyetem nem reagált erre. De ez már nagyon nagy eredmény. És az is nagyon nagy eredmény, hogy konkrét eset. Egy pécsi onkológus professzor hozzám küldi a tanártársát, aki tanít az egyetemen, nem orvos, biológus, hozzám küldi a rákjával, hogy menjen fel, kérem Gyuri bácsihoz, én már nem tudok segíteni. Nagyon sok ilyen eset van. És meggyógyulnak az emberek. Az olyan jó érzés, mikor jönnek vissza Gyuri bácsi. A jó Isten áldja meg. Meggyógyultam. Semmi bajom nincs. Na hát, mondok még egy pár olyan dolgot, amit nagyon jó lenne. A szemünkről elmondtam. Amit mondtam, nagyon fontos lenne a mandulánkat karbantartani a gyerekeknél elsősorban, de a felnőtteknél is. A mandulánk az egy védőszervünk. Véd bennünket a szájon áttörténő fertőzésektől,
leszűri orrmandula is, meg a garatmandula is. Nagyon egyszerű, érezzük, hogy begyulladt a mandulánk, csinálunk egy csésze diólevélteát, jó hátrahajolva egy kortyot gargarizálunk, kiköpjük. Meg kellene tanítani a gyerekeket már 5 éves korában, hogy tudjon gargarizálni, és köpje ki, nem kell neki meginni, és akkor lehet felnőtt adagban is csinálni azt a diólevélteát, mert egy gyerekadag, egy teáskanál diólevél és 2,5 deszi forrásból levett víz, a felnőtt adag egy csapott evőkanál és 2,5 deszi forrásból levett víz. Annyira hatékony a diólevél a mandulánál, de nem csak a mandulánál, egyébként fogincsorvadásnál, meg sok minden másnál a diólevél hihetetlenül mi mindent tud. Még el nem felejtem, júliusban a legjobb a diólevél hatóanyag tartalma a 7. hónapban. Árnyékba kell megszárítani. Na tehát ennek egy esetet mondok, egy idős néni 70 éves korában antibiotikummal kezelték, nem tudták a gennyet leszedni a mandulájáról egy éve, nem operálták meg, hozzám fordult. Mondtam neki, csináljon 2 csésze diólevélteát, gargarizáljon, és köpje ki. Egész napra ossza el ezt a 2 csésze diólevélteát. 3 hét múlva felhív a néni, Gyuri bácsi, az orrfülgégész azt kérdezte, hogy mit csináltam, mert nincs genny a mandulámon. Tökéletesen rendben van. Csak érdekességként mondom, mert szokott ilyen is lenni elég gyakran. Egy hónap múlva megint felhív a néni, Gyuri bácsi, a doktor úr kérdezi, elment a hangja, mit csináljon. Az én házi orvosom is, most, amikor a múlt héten voltam ott nála, alul működött a pajzsmirigyem, azt mondja, nem, jobb lett a pajzsmirigye, nem tudom mitől. Mondtam neki, doktornő, a közönséges galajtól. Ez saját példa szintén. Na tehát meg kell tanítani a gyereket. Egy olyan értekezeten voltam, ahol a gyerekgyógyász doktornő tartott előadást, többek között a következőkkel kezdte. Nagyon-nagyon nagy hibát követtünk el 1950-től egészen a napjainkig, mert kivettük a gyerekeknek a manduláját. Nincs védekező képessége. Ha gargarizál, akkor megmarad a mandulája. Orrmandulát is lehet, át lehet mosni az orrát. A szemet elmondtam, ciszta van a májamon. Tessék kérem elmulasztani a cisztát. Tessék kérem diólevélteát csinálni este egy csészével, amikor leszűrte, amikből készült a teja, ne dobja el, igya meg a teát, vérhigítóval együtt nem szabad inni, de vérhigítót nem sok ember szed, és a diólevelet tegye rá a jobb bordája alatt a bőrére, tegyen rá egy folpakot, a ciszta nem nagyobb 20 mm-nél 6 hét alatt eltűnik. Gyuri bácsi, a vesémen, vagy most itt volt egy olyan mellékvesémen, ciszta van. Vegyen egy csésze, csináljon este egy csésze mezei zsorlóteát, szűrje le, a teját majd reggel igya meg, a zsorlófüvet tegye rá a veséjére, arra, ahol a mellékvesén van a probléma, a bőrére rá egy folpak, egy száraz ruha, 3,5-4 óra múlva leveszi onnan, 1,5 centiméteres, azt hiszem az illetőnek a cisztája, 6 hét alatt, 8 hét alatt eltűnik onnan. Gyuri bácsi, Crohn betegségem van, nem gyógyítható a Crohn betegség. A Crohn betegség azzal jár, ez egy krónikus vékony bélgyulladás. A Crohn betegség azzal jár, hogy időnként megy a hasa. A krónbetegséget a diólevélteával el lehet mulasztani. Amikor pedig megy a hasa, akkor pedig lósós kamakból kell egy evőkalányit
megdarálni nyersen, úgy megenni egy csésze tejával, vagy egy csésze vízzel. A diólevéltől elpusztul a polip, akárhol van. Ha az orrában van, akkor is. Ha a méhében van, akkor is. Ha az epehólyagban van, akkor is. Vagy ha a bélrendszerben van, akkor is. Nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos a pajzsmirigyünknél a pajzsmirigyet működtetni a közönséges galajjal, de tudnom kell, hogy van egy olyan növény, amit úgy hívnak, hogy szurokfű. A szurokfű az agyalapi mirigynek a működését segíti. Az agyalapi mirigy termel 11 féle hormont, irányítja az egész hormonháztartásunkat, többek között a pajzsmirigy működést is. Na most, hogyha a pajzsmirigyen nincs gömb, akkor csak inni kell, egész nap először egy csészét, akár alul működik, akár túl működik a pajzsmirigy, egy fél év és két év alatt rendbe jön a tejától, vagy a tea keveréktől. Ha viszont gömb van rajta, akkor nagyon kell tudni annak, akinek hideg gömbje van, hogy abból rák lesz. A meleg gömbből nem, a hideg gömbből igen. Akkor a galajfüvet este rá kell tenni ide a pajzsmirigyére, egy kis nejlónnal be kell takarni, és ott kell tartani egy ilyen 3-3 és fél hosszán keresztül, és akkor eltűnik, korlátlan ideig lehet használni. Nagyon sok ember küszködik azzal, hogy elsősorban a nők, de a férfiak is nagyon sokan küszködnek azzal, hogy a lábuk, amit mondtam már, hogy a lábukon fekély van a cukorbetegségtől. Amikor fekély van a lábukon, akkor a diólevél mosogatás mellett, amit az előbb elmondtam, rá kell tenni a fekélyre a diólevelet, amivel készült a teja, és egy fópakkal betakarni, és akkor meggyógyul a fekély is. Nagyon-nagyon sok ember küszködik ér problémával, liszérrel, aranyérrel. Kérem szépen, kiváló teáink vannak, amelyik erősítik az érfal rugalmasságát, többek között a végbélnél is a végbél falának a rugalmasságát, de itt kell segíteni egy teával, van egy körönvirág teánk, amit most már sokan, nem is tudom, hogy dicsérik, nem akarok dicsekedni vele, de tényleg nagyon-nagyon sokan használják. Elmúlik az aranyér, elmúlik a viszér. Minden esetben elmúlik, az aranyér elmúlik a viszér. Semmilyen ízületi bántalomra nincs jobb, mint én szerintem, mint a körönvirágkrémünk. És ezen kívül most már egy páran jelezték, hogy az anyai egyek is eltűnnek ettől a körönvirágkrémtől. Nagyon sok nőnek van olyan, hogy szisztamióma endometriózisa van. A szisztamióma endometriózis gyógyítható gyógynövényekkel. Ha az endometriózis nem 100%-ban, csak egy olyan 80%-ban, de a ciszta meg a mióma 100%-ban. Nagyon fontos, hogy cisztánál, a miómánál a két növény mellett használják a szurokfű teját, ami ugye az agyalapi mirigynek a működését segíti. Egyik nap diólevélből egy csésze teja, egy fél liter helyesebben mondva. Másik nap cickafarkból egy fél liter teja, egy pupozott evőkanál, egy fél liter forrásból levett víz, 25-30 perc múlva kell leszűrni, addig nem szabad. A szüredéket nem kell eldobni, félre kell tenni, 2,5 decit megiszik belőle, a másik 2,5 decivel irigál.
Az irigálás legjobb abban az esetben, ha a hüvelyét függőleges állapotba tudja tenni, tehát fölteszi a derekát is a kád szélére, beönti magának azt a másik két és fél deszi teját, bent tartja a méhes szájánál körülbelül egy olyan 10-15 percig, feláll, kifolyik, aztán beönti még egyszer a maradékot. És ráteszi, mondjuk a jobb oldali petefészek szisztája van, ráteszi a jobb oldali petefészek tájékára, a bőrére azt a dióleveret, amiből készült a teja, másnap azt a cickafargot, amiből készült a teja. Férfiaknál nagyon-nagyon sok probléma van a prosztatával és a vastagbéllel. Egyáltalán a széklettel. Kérem szépen, akinek székletrend, szorulása van, ahogy régen mondtuk, az gondolkozzon azon, hogy elég folyadékot iszik-e. Mert ha nem iszik elég folyadékot, akkor a székrekedése sose fog megszűnni. Borzasztó dolgot hallottam még csak egyet életemben, mióta ezt csinálom, már pedig elég régen csinálom, 14 nap után volt széklet egy nőnek. 14 napig nem volt széklete. Mennyi folyadékot iszik? Hát talán 2 decit naponta. Van egy olyan módszer, hogy a szilvalekvár csinál székletet, a szilva is csinál székletet. Van egy olyan módszer, hogy langyos víz, 2 deci, 2,5 deci langyos víz, és akkor azt meg kell inni éjgyomorra, és utána 20-30 percig nem kell enni, és ezen kívül pedig vannak például olyan, hogy gyújtóvágyfű, vannak olyan növények, amelyik székletet csinálnak, például a mezei katánk is csinál székletet, meg az anyalevél is, meg a többi ilyen hasajtó növény, egy, amelyikhez nem lehet hozzászokni. Az a neve neki, hogy egyiptomi útifű makély, nálunk nem terem, az egy másfajta, és csak Egyiptomba terem, és patikába lehet kapni, hivatalos gyógyszer. A magyar gyógyszerkönyvben benne van. A férfiaknak a prosztatájára a kisvirágú fizikét ajánlom. Én 60 éves koromba kezdtem el. 60 éves koromtól minden nap reggel megiszok egy csészével. Mai napig. Ezelőtt 15 évvel voltam urológusnál, megnézte a prosztatámat, azt mondta, rendben van. Tudom, hogy rendben van, mert nem vékony a vizeletem, nem indul nehezen a vizeletem, és a vizelet sugár is ugyanolyan, majdnem, mint régen volt. Ezek a tünetek. És használom a kisvirágú fizikét. Na hát ennyit most már lassan befejezem, mert itt van az idő. Ennyit vállaltam, és akkor még most majd egy pár embernek egy olyan fél óráig odalent tanácsot fogok adni. Higgyék el nekem, visszatérve a legelején, amit mondtam, a koronavírus ellen csak úgy lehet védekezni, hogy a szervezetünket megfelelő állapotba hozzuk, hogy ne halljunk bele. Ne legyünk krónikus betegek. Egyelőre még nincs ellene semmilyen gyógyszer, gyógynövény sem. Nincs, nem tudjuk, nem ismerős. Valószínű, hogy meg fogják találni, már mondanak ilyen-olyan dolgokat, de még egyelőre nincsen. Tartsák be, kérem azt, hogy használják azt, amink van, használják a gyógynövényeket, itt most lehet vásárolni. Például az egynyári üröm meg a körömvirág, azt csak én termelem, mert Magyarországon én úgy tudtam, nem is honos, most kaptam egy levelet nemrégen egy hölgytől, küldött egy növény nekem, hogy kézzel meg, hogy mi az, és írja a levelében, hogy 30-40 éve van náluk. Ez a kínai üröm, vagy az egynyári üröm. Én úgy tudtam, hogy ez most került be ide, nem régen, de nem így van, hanem úgy látszik, régen már itt van, de csak minden évben egyszer terem, nem
nem évelő növény. És akkor még egy érdekes dolgot hallottam, két esetben is, ezt a férfiaknak mondom. Az egyik, tavaly volt gyógynövény napunk, és a gyógynövény napon csinálunk a pódium mellé egy csokrot. A végén, amikor az előadásoknak vége volt, oda jön egy úr, bemutatkozik, orvos, hoz egy növényt. Gyuri bácsi, tessék már mondani, mi ez a növény. Szerencsére a csokorban volt fekete üröm. Oda vittem, mondtam neki, hogy tessék nézni, ez a fekete üröm, miért tetszik kérdezni. A kutyának a rákja ettől gyógyult meg. És mit ad a Jóisten? Rá vagy két hónapra felhív Szombathelyről egy ember, bemutatkozik. Azt mondja, Gyuri bácsi, csak tanácsként akarom mondani, hogy tessék ajánlani az embereknek. Mondom, mit? Azt mondja, van egy onkológus Németországban, aki magyar, és a fekete ürömmel gyógyítja a prostatarákomat, és tökéletesen jól vagyok. Tessenek, kérem, használni a fekete ürmöt a prostatára. A többit pedig, az egynyári ürmöt pedig bármilyen daganatra, hisz a Nobel-díjat nem adják, csak annak, aki megérdemli, valami rendkívüli csinált, és ez a kínai gyógyszerésznő rendkívüli csinált. Körülbelül 20 embernek tudok segíteni, még oda lent majd a tanácsadásnál, a kollégáinknál itt vannak a gyógynövények, és kívánom önöknek, hogy legyenek olyan egészségesek 92 éves korokban, mint én vagyok. Egy évben egyszer azért elmegyek az orvoshoz, most a múlt héten voltam. Én még ezt is elmondom, olyan érdekes. Képzeljék el, hogy a vérképembe, a vért vesznek előtte, a vérképembe van 4 vagy 5 kereszt, ami azt jelenti, hogy túléptem a határon túl, felső határon túl vagyok. A következő egyet mondok. Sok a húgysavam. 400 a felső határ, az enyém meg 402. De már meg van keresztezve. És én erre a húgysavra az erdélyi málna levélteát iszom. Úgy járna bele ezzel is az orvosom, de nem szólt egy szót se, mint a pazsmirigyemmel, hogy ugye, hát, javult a pazsmirigye, nem tudom, hogy mitől. Mondtam neki, hogy a közönséges galajtól. Jó egészséget kívánok, sok szeretettel, forduljanak a természethez, ezt még elmondom. Tavaly húsvéti szentmisén Erdő Péter bíboros úr a szentmiséjében, a szentbeszédében a következőket mondta, katolikus vagyok, szoktam misére járni, ezt televízióban néztem. Azt hittük, hogy mindent tudunk a természetről, és mostanra kisült, hogy semmit. Jó egészséget kívánok mindnyájuknak, családjuknak is. Isten éltesse önöket. Köszönöm szépen. Thank you.